Véget ért a 2007-es autós gyorsasági országos bajnokság, köszöntöm Önöket. A 14 futamból álló versenysorozat a Hungaroringen kezdődött, és ott is fejeződött be. A Suzuki Swift kupában az utolsó versenyen avattak bajnokot. A Shell V-Power Racing Renault Clio kupában túl sok izgalom nem maradt a szezonzáróra, mivel Mihály Norbert már az előző versenyen megnyerte a bajnoki címet. A Hungaroringen egy futamot ő, egyet pedig a Mihály időbüntetése miatt előrelépő Bárkovics Zoltán nyert. Ennyire jó évre számítottál, Norbi? Megmondom őszintén, hogy nem. Főleg az első 6 futam után, amiből csak egyet sikerült megnyernem, nem gondoltam volna az utolsó. Most 9 futamból 8-at meg tudtam most nyerni, ez szerintem szenzációsan jó, és örülök neki. A tenapi eset miatt motor kellett cserélni az autóval kuplungostól, és a kuplung teljesen más volt, és gyakorlatilag csúszkált a rajtnál is, meg menet közben is néha. A safety car eset előtt is nem tudtam, hogy kiálljak, vagy menjek, annyira csúszkált. Zsidró Tamás mesterfodrász másodszor ült versenyautóban, és nem akarta elhinni, micsoda élményt jelent a hungaroringi versengés. Hát fantasztikus élmény, az az igazság, még biztos most is nyálas a fülem, mert annyit vigyorogtam. Mondom, ezt ordítottam az autóba, hogy ezt nem hiszem el, az adrenalin. Egyszer ilyet nem is éreztem soha életemben, fantasztikus volt. Kétesélyes volt az idén záró előtt a Suzuki Swift kupa. Mindkét futam hallatlanul izgalmasan alakult, kezdve azzal, hogy az első nap vitára alkalmat adó jelenet zajlott le a célegyenes utáni kanyar kombinációban, ahol is Pantl Péter húzta a rövidet. Az első futam győztese, Aschenbrenner Tibor másnap is az élbolyban autózott, annak reményében, hogy duplázhat, de a célegyenes végén elszámította magát. Az első bukásom, remélem az utolsó is. Hát sajnos féktávon, nagyon rövid féktávot akartam venni, és rövid és szűk a kanyarívet, és sajnos rámentem a rázókörre belül, és ez nagyon magas az aszfalthoz képest, és sajnos megdobott. Ezt a versenyt az Opel Astra Kupa korábbi bajnoka Farkas László nyerte, aki a Swift-tel először szerezte meg a győzelmet. Már olyan időket mentem, hogy pólos időket, mondtam, hogy ebből rossz nem sülhet ki, csak nagyon jó. Hála Istennek sikerült, nagyon vártam már ezt a győzelmet, Suzuki-val még soha nem sikerült elővége. Második voltam, harmadik voltam, negyedik, ötödik, stb. De még első helyen soha nem sikerült végezni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a győzelemnek. Ezen a hétvégén a Dakart kétszer kamionnal teljesítő Szobi Balázs ugyan egyszer sem lett első, de megnyerte a bajnokságot. Az évelei botladozásokat már rég elfelejtetted, nem? Hát a ringen nagyon rossz élményeim vannak, visszanézve az első két versenyt, meg a negyediket, ötödiket, az borzalmas élmény volt. Én úgy éreztem, hogy soha nem fog tudni fölnőni a ringhez. Igazán még mindig a többiek gyorsabbak, de az elég volt, hogy a bajnokságot megnyerjem. Egy ide, egy oda. Kis Norbert azzal, hogy a Seat Leon Superkupa első napi küzdelméből győztesen került ki, egyúttal megnyerte az első ízben kiért bajnokságot is. Weber Gábor riválisához hasonlóan pályacsúcsot futott ezen a hétvégén, de ahogy tavaly a Clio kupában, úgy az idén is kis mögé szorult a bajnokságban. Amikor ugye az első 4 futamot sikerült megnyernem, meg utána a 6-at, akkor azért elég nagy előnyöm volt, utána jöttek ugye a bukták a hegyen, meg hát ugye most. Szombaton mindenképpen kellett egy jó eredmény, hogy a Gabi előtt végezzek, hogy meglegyen a bajnoki cím, úgyhogy ez megvolt, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Azt érzem a legjobban, amikor csaltam, ma is egész nap a Suzuki versenyt, meg a Clio-t néztem, az eszméletlen. Ez egy picit idézőjelben unalmas, kettőnk közt a Norbival ez nem unalmas, körülkörre nagyon jól tudjuk, hogy hol verjük meg a másikat, meg hol kapunk ki. Úgyhogy ebből van mit tanulni mindig, meg van mit feldolgozni, de ez nyilván nézni nem annyira. Mondjuk a tempót azért szeretem, tehát azért amit ebből az autóból kicsikarunk, azt hiszem ki lehet tenni a kirakatba. 60-i Bálint számára a bajnoki 3. hely volt a tét, amit Rácz István ellenében sikerült is megszereznie. Már tudok olyat, hogy versenyen 2 tizeden belül megyek az összes körben, és a Hungaroring elejé versenyhez képest már másfél másodperccel gyorsabb az összes köröm. A bajnokság szempontjából a helyezésedet jónak tartod? 3. lettem, most már véglegesen. Igen, örülök neki nagyon. Jövőre megpróbálok javítani, és jövőre nagyon szeretnénk nemzetközi versenyeken is elindulni. Fény az alagút végén. Zollner Gyula ezen a hétvégén az idő eredményeit már elfogadhatónak tartotta. Az a baj, hogy a rajtpozíció nagyon sokat számít, tehát annyira egymáson vagyunk ott hárman, hogy nagyon nehéz előzni, ez lehetett látni, úgyhogy gyakorlatilag ez, hogy most 14 körön keresztül a 6. helyen autóztam,
azt vártam, hogy hátra lesz előttem egy csata, és akkor abból majd kialakul valami, de nem nagyon, úgyhogy nehéz előzni. Az első év sikere több, mint amit a szervezők reméltek. Az utolsó futamra újabb Seat Leon szuperkupás autók érkeztek, és jövőre sem áll meg a fejlődés. Egy új csillag született, egy olyan szintű kupasorozat, amelyre eddig nem volt precedens itt Kelet-Európában, Magyarországon meg egyáltalán nem. Bebizonyosodott, hogy nem csak nagyon látványos és érdekes, de olyan köridőket mennek ugye a legtehetségesebbek, amelyek bizony komolyan veszélyeztetik már a nagy túraautóbajnokság élmezőnyét is. Minden nyitott kérdés végére pont került az FMC kupán a gyorsasági bajnokság hungaroringi szezonzáróján. A kis túraautók mezőnyében jó szokásához híven Zentai Sándor kettős győzelmet aratott, és ezzel megnyerte a bajnoki címet is. Már parádon kezdtem érezni annak a súlyát, hogy hol is vagyok, hogy hova is jöttem én, és onnantól kezdve mindent megtettem az ügy érdekében, és hál' Istennek sikerült is. Walterné Dancsó Adrien harmadik már volt a magyaródi pályán, a második hely azonban csak most vált elérhetővé. A két futam során Dinka Róberttel osztozott ezen a pozíción. Amikor bejöttél, megkérdezted, hogy hanyadik vagy, tényleg nem tudtad, hogy éppen mi a helyzet? Hát megmondom őszintén, úgy el voltam foglalva azzal, hogy a Robit utolérjem, hogy semmi más nem érdekelt, úgyhogy reméltem én is így számoltam, hogy második vagyok, de azért gondoltam, inkább megkérdezem. A nagy túraautóknál már bajnokként állt rajthoz Bódis Kálmán, és csapattársával Rácz Istvánnal mindkét nap begyűjtötték az első és a második helyet. A Silver Stinggel Rácz mindkétszer nyert. Ez az autó egy csoda, ezzel nem nehéz győzni, úgyhogy nem is nagy büszkeség, hanem az, hogy ezzel az autóval egyáltalán mehettem, és hogy Bódis Kálmán, aki ezt az autót létrehozta és megépítette, hát nagy öröm volt, hogy vele versenyezhettem egyet. Valahol elment a Pisti, azt hiszem, hogy itt a célegyenlességén, utána ő hibázott, visszaelőztem, szóval úgy toltuk rendesen neki. Végül is ez egy fő próba volt Dubaj előtt a Silverstringnek, hogy a váltó minden hogy bírja, nem igazán spóroltunk az autókkal. Pólya Ádám hosszú szünet után visszatért az E36-os BMW-vel, és mindkét nap nyert a kategóriájában, mindkétszer megelőzve a géposztály magyar bajnokát, Walter Csabát. Egy teljesen más beállítással, egy teljesen más gumival vertünk neki a versenynek, és gyakorlatilag legszebb álmaimban sem reméltem azt, hogy ilyen szinten bejön ez a fajta húzása a csapatunknak. Az elején próbáltam az Ádámmal menni, de egyelőre úgy érzem, műszaki fölényben van, de nekem ez így teljesen jó, mert csapatban, egyéniben ez az eredmény, amire szükségem volt, úgyhogy utána már csak célba akartam érni. A formulaautós mezőnyben egy gokartos fiatalember okozott meglepetést azzal, hogy élete első versenyén egy második és egy harmadik helyet szerzett, ráadásul Kispál Tamás a második napon az első rajtkockából indult. Az idén csatasorba állított Dalarával mindkét futamot Bús Attila nyerte meg. Ez egy nagy öröm, egy nagy boldogság, mivel ez nagy szenvedés árán tudtam összeszedni. Hát nagy kitartás kellett ahhoz, hogy meg tudjam tartani a pozíciómat. A Nissan nagyon jött mögöttem, de sikerült. Áruld el nekem, hogy ezzel az autóval hogy lehetett pole pozíciót menni? Hát úgy, hogy amit lehetett, ezt megpróbáltam belőle kitaposni. Most is próbáltam, ugye az Attila tempóját fölvenni azt az egyik kanyarba, aztán azt már nem bírta az autó. Hát ennyit tudott.